We walk alone in the unknown. We live to win another Sziasztok! Ford Transit Test! Itt van a háttérben a Ford Transit, de hogy Ford Transit? Majd azt is bemutatjuk, de először itt van a Berta gyerek. A Berta gyerek itt van Bukósisakban, és itt van egy nagyszerű Can-Am gépjármű, ami lehetne quad, lehetne jetski, lehetne motor, de egyik sem, hanem egy háromkerekű szörnyetek. Ez a Spyker SRS nevezetű gépjármű, amit most végre az Olival kipróbáltuk, hogy milyen ez. Végre megnéztük, leveszem a bukósisakomat, mert már unom. Igaz, rajta van a nevem, most jó helyen mutatom, az előbb az Oli rosszul csinált a kamerával, akkor nem jó helyre mutattam, most jó helyen mutatom. És ott van a másik pervers kollégánk, a Bai Robi, aki bukósisakban fényképezik, meg fényképezőgében bukósisakozik. Az a lényeg, hogy kipróbáltuk, megnéztük, Robi csinált videósnitteket, Zoli csinált videósnitteket, a Zoli fényképezett, Robi fényképezett, én meg csak mentem a motorral, mert úgy döntöttem, hogy ma ilyen napunk van, és most légy szíves, halkítsátok le a húzátról a potmétert, mert nem véletlenül jöttünk a Ford Transittal, ugyanis nézzétek meg, mekkora doboz van rajta, fehér, ez is fehér, és abba a dobozba belefér, a háttérben beszélgetnek a pariék, de remélem lefoglaljátok őket, addig én szépen beletolom, és én indulok is haza ezzel a gépjárművel. Szevasztok! Volt szerencsém kipróbálni ezt a járművet, nagyon jó, Rotax motor van ebben is. Azt hiszem, hogy 900-as vagy 1000-es Rotax motor, de majd megkérdezzük és aláírjuk a videó alá. Iszonyatosan megy. Ezzel a bukóval ment, amire az van ráírva, hogy Berta I vagy I Berta, igen. Kicsit furcsább, mint egy sima motor, meg lehet szokni, de ha megszokod, utána nagyon élvezetes vele menni. Hosszabb úton szerintem tök kényelmes, meg fölteszed a lábod. És van a másik variáció, meg kifejezetten túra, meg magasabb a kialakítás, az tényleg túrázásra van kitalálva. A lábunknak van egy ilyen szivacs, hogy kényelmesebb legyen, és rengeteg tárolóhely van. Nem csak a motor hátuljára, a dobozban, hanem a motor elején is. Tárolók, majd ezeket is meg fogjuk mutatni. És hát ez aztán igazán lehet élmény motorozást csinálni. Tehát nagyon-nagyon jó, nagyon kényelmes. Jó van, szerintem ebből ennyi elég, megmutatom a lámpát. Menjél!